A 10. egészségügyi menedzserképző konferenciára kerül sor Marosvásárhelyen, pénteken és szombaton a Studium Prospero alapítvány szervezésében. Több év kimaradás után szervezik meg újra ezt a korábban nagyon sikeres kezdeményezést. Idén Takács Péter a magyar kormány, valamint Vas Levente a román kormány egészségügyi államtitkára a konferencia kiemelt előadója. Vas Levente államtitkárt, a Studium Prospero alapítvány ügyvezető elnökét köszöntöm az Erdélyi Figyelőben. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egy határon átívelő képzésről van szó, amely több mint egy évtizede indult. Tulajdonképpen mi az, ami életre hívta annak idején? Románia néhány évvel elmaradva egészségügyi új törvényt fogadott el 2006-ban. Új intézményvezetőknek a helyzetbe hozása, felkészítése volt a tét, és úgy gondoltuk mi az alapítványban, együtt a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzserképző központjával, ottani oktatókkal, hogy ezt a folyamatot segítenünk kell. Így indultak el ezek a konferenciák, és örvendek, hogy a 25. jubileumi évünkben, a Studium Alapítvány megalapításának 25. évébe, íme a 10-et is egy határon átnyúló, mindannyiunkat érintő egészségügyi problémákat feltáró konferenciát tudunk létrehozni. Az, hogy menedzserképző, egészségügyi menedzserképző konferencia, ez egy picit idegenül hangzik a hétköznapi ember számára. Miről van ott szó konkrétan? Igazából az egészségügy ugye az alapellátástól, a családorvosi kabinetnek a vezetésétől, egészen el a minisztériumi államtitkári döntésekig, vagy Európai Uniós döntésekig számtalan intézmény vezetővel van megtámasztva. Azt lehet mondani, hogy a biztosító pénztárok vezetői a különböző megyeinkből, Erdélyben, az orvos kollégiumoknak a vezetői, a kórházak vezetői, járóbetegrendelő vezetők, fogorvosi intézmény vezetők, megyei egészségügyi igazgatóságoknak a vezetői, mind-mind olyan emberek, akik a maguk szintjén az egészségügy működését garantálják a napi munkájuk révén. Szükségük van egy összehangoló, irányt mutató beszélgetés sorozatra évről évre, és természetesen a legújabb innovációkkal, adatbevitellel kapcsolatos, digitalizálással kapcsolatos információkról kell tájékoztatni ezeket az embereket azért, hogy jól végezhessék a dolgukat. Ezt a képzéssorozatot, ilyen képzéssorozatokat indítottunk, és ezt szeretnénk folytatni a 2020-as években. Mondja, átláthatóbbá teszi egy ilyen képzés az amúgy eléggé bonyolult rendszerünket, egy olyan rendszert, ahol néha nem érnek össze a dolgok. Valószínű, hogy pont erre a tapasztalatcserére van szükség, ahhoz, hogy a biztosító tudja, hogy mit csinál a családorvos, és a családorvos azt, hogy a szakorvos hogyan adhat ki például egy papírt. Teljesen egyértelmű, az egészségügyi piac, ha fogalmazhatok így, nem egy szabad piac. Rengeteg szabadpiaci csődhelyzet alakul ki, a monopól helyzetek kialakulása miatt, az információs aszimetria a beteg és az orvos között, illetve egészségügyi intézmény vezetők között, és ennek a piaci csődnek a menedzselése, a feladata makrószinten az egészségügyi minisztériumnak, biztosító pénztárnak, és a betegek mellett pedig a családorvosoknak, az intézményvezetőknek. Ebben a folyamatban rendkívül fontos szerepe van a kommunikátoroknak, tévének, sajtónak, rádiónak, hiszen ezeket a folyamatokat a legérthetőbb módon a betegek számára, és a mit, miért és esetleg miért nincsent, azt önök tudják a legjobban a betegeknek elmagyarázni, mert ha önök megértik, látják a lényeget benne, akkor ezt legnagyobb valószínűséggel, az önök felkészültségével a legjobb módon tudják a betegek számára tájékoztatni. És legalábbis bízunk benne. Igen, ennek a folyamatnak az megerősítése, az egy rendkívül fontos egészségmenedzsment feladat is, tehát igazából nem csak egészségszakpolitikusok, orvosok, közgazdászok, jogászok, hanem nagyon sok kommunikátor is szükség geltetik ahhoz, hogy a rendszerben, az amúgy alacsony költségvetéssel működő rendszerben a betegek értsék, hogy legalább miért van, vagy miért nincs valami rendelkezésükre. Mondja, Magyarország hol tart e tekintetben? Ugye ez egy határon átívelő program, itt lesz a magyar egészségügyi államtitkár is.
Nagyon fontos, hogy a rendszerek ugyanazokkal a problémákkal küzdenek. Családorvos hiánnyal, a járóbetegrendelők alulfinanszírozottságával, a kórházi ellátásban tapasztalható elégedetlenségekkel, mind orvos részről, mind pedig beteg részről, az innovációnak a lassú behozatalának a lehetőségei mindkét ország számára. Magyarország a helyreállítási alapból sajnálatos módon ugye nem fér hozzá a költségvetéséhez, ezért kénytelen kelletlen a rendszer megváltoztatásával próbálnak elégedettséget, jobb rendszert kialakítani. Ebből nekünk romániai egészségügyi rendszert vezetőknek tanulnivalónk van, és pont az, amiért Takács Péter államtitkár urat arra kértük, hogy mondja el, hogy Magyarországon milyen helyzet van, milyen adatok voltak, milyen hiányhelyzetek vannak, és ezt folytassa azzal egy második előadás szintjén, hogy mi az, amit elkezdtek. Mi az, ami működik, mi az, amivel nehézségekbe ütköztek, hogy mi romániai egészségügyi rendszervezetők a helyreállítási alap pénzeivel is rendelkezve, azokat minél jobban és a betegek érdekébe elköltve ne hibázhassunk, vagy tanuljunk az ő hibáikból. Én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb üzenet ennek a kétnapos konferenciának, és nagyon remélem, hogy hasznos lesz minden intézményvezetőnek. Körülbelül 75 intézményvezető jelentkezett be, magyarul beszélő, magyar anyanyelvi intézményvezető. Ugye itt rendszer szintű problémákról beszélünk, rengeteg minden van, ami megvitatásra kell, hogy kerüljön, és mindössze két napról. Hogy látja, mekkora haszna lesz ennek a két napnak? Valamikor az első konferenciákat háromnaposra szerveztük, 250-300 ember alapozó képzéseket tartottunk, több előadót hívtunk meg. Most a rendezvény egy napra korlátozódik, hiszen intézményvezetőkről van szó, és mindenkinek vannak feladatai, ellátandó feladatai odahaza. Erdély minden sarkából, szegletéből jöttek emberek. Véleményem szerint ez a koncentrált, két államtitkárral megspékelt, felkészítő és kerekasztal beszélgetés azzal kapcsolatosan, hogy mik a tanulságok, mire kell vigyázni, a mi tanulságainkból esetleg mit tanulhat a magyarországi rendszer is, ezek rendkívül fontosak lesznek, és lehetőséget teremtenek arra, hogy érezzék az intézményvezetők, hogy nem csak nekük vannak problémáik, hogy kitartásukat megerősítsük, hiszen mindenki ugyanazokkal a gondokkal, ugyanazokkal a problémákkal küzdik, és ezekre együtt könnyebb megoldásokat találni, jó és használható projekteket, elképzeléseket összeállítani. Vas Levente államtitkár úr, köszönöm, hogy itt volt velünk az Erdélyi Figyelőben. Én is köszönöm, hogy tájékoztatnak ezekről a dolgokról.